Sziasztok, Kömkel vagyok. Sokat vagyok jelen a Facebookon, különböző építkezős csoportokban, sajátomon kívül, itt osztogatom a tanácsaimat, olykor kéretlenül is. Ezekben a csoportokban a tagok által feltett kérdésekre érkeznek igen érdekes, sokszor életveszélyes kommentek, van amikor ez ráadásul szakember szájából. Van tehát egy alaptémakör, az ezekre érkező kommentekből csemegézünk, és ezekre fogok reagálni. Mai témánk a palatető felújítása egy hasonló épületen, mint ez a makett. Szeretném a segítségeteket kérni abban, hogy palatetőre akarok cserepes lemezt rakni, de minden szakember mást mond arról, kell-e alá párazáró vagy párátteresztő fólia. A tetőtér nincs és nem is lesz beépítve. Egy 10x10 kockának hány négyzetméter a tető területe? Felújítás előtt lennénk. Palafedés van rajta, kinek mi a tapasztalata, mivel váltsuk ki? A palát nem szeretnénk leszedni. Egy kérdésem lenne azokhoz, akik már tetőt cseréltek. Előtt állok én is. Eddig pala van a tetőn, és cserepes lemez szeretnék, de gondolkodom rajta, hogy nem szedem le a palát, hanem alatta hagyom a lemez alatt. A tetőszerkezethez nem kell nyúlnom, mert első osztályú anyag van benne. Van, aki így tett. Mert hallottam jót is, meg rosszat is felől. Igen, jól érted. A régi pala fent marad, arra ráteszik a lécezést és a cserepes tehát nem csak a kommentek hülyék, már az alapkérdés felvetés is az. Nézzünk pár kommentet. A palatető bontása és szakszerű elszállítása, ártalmatlanítása nem kis pénzmennyiség, ezért sokan döntenek úgy, hogy bitumenes zsindeljel vagy fémlemezfedéssel beborítják azt. Rengeteg ilyen példát lehet mutatni, sokan foglalkoznak vele. Sokan foglalkoznak vele? Az legitimálja a szart? Akkor ezek szerint egy milliárd légy nem tévedhet. Egyen ön is szart. Nekünk nincs alatta, Szaki nem is említette, hogy kéne. Négy évesen mi bajja a tetőnek? Lehet csak közben a fél utca szipákolja a szálló azbesszálakat és a port. Kötött állapotban már nem veszélyes a pala, az azbessz itt már nem száll. Itt lakom, ahol gyártották, sőt most is abban a gyárban dolgozom, ez biztos tudom. Érdekes, biztos ezért tiltották be az egész EU-ban az azbessz tartalmú termékek gyártását és forgalmazását. A törezező pala egyébként nem kötött állapotú, csak szólok. Palafedések általában 25-30 év alatt törekszenek meg, ilyen esetben a pala már porózussá válik, és kimosódhatnak belőle az azbest szálak. Anyóséknál is maradt a pala, drága a leadása az azbest miatt. Ez annyiban jó, hogy már csak befelé tud belőle szállni az azbest por. Én biztos nem spóroltam volna ezen. Gondolom anyósan nehéz szót érteni, meg hát az öregek amúgy is mindig okosabbak. Minden esetre az unoka azért megfelelő maszkban legyen mindig, amikor náluk van. A kivitelezők szívesen leszedik jó pénzért. Nem mellesleg a palában lévő veszélyes anyag akkor a legveszélyesebb, mikor bontják a tetőt. Ekkor törik, és be tud kerülni a bontást végzők tüdejébe. Igen, ez így igaz. Ezért is kellene a bontás során megfelelő védi felszerelést használni, valamint nem nagy kalapáccsal esni neki a tetőnek, hanem elemenként bontani le a palát. Egyébként a második világháborúban itt maradt bomba is akkor a legveszélyesebb, ha mozgatják. Komment szerint viszont legjobb, ha ott marad elföldelve még 50 évig, nem? Mi a palára Gerard tetőt rakattunk, egy éve van fent, nagyon meg vagyok vele elégedve. Igaz, hogy köhög a család, állandóan <coughs> nem tudni, hogy mi vitálja a tüdőnket. Én se szedtem le. A hőszigetelésbe besegít, és nem hallatszik be az eső a lemezről. A kupokat leszedve, pár a fólia, ellenlét, tetőlét, lemez. Hőszigetelésbe besegít az az 5 mm-es pala lemez? Akkor ez valami roható csoda tudsz lehet. Ráadásul, ha pár raktak tényleg be a pala tetejére, akkor külön gratulálni tudok csak a szakembereknek. Budget tip. A négyzetpalára egy elle 50x50 a gerendák vonalára, simán rárakható a cserepes lemez. Így nem kell majd lebontani, és jó drágán elvinni leadni a megfelelő veszélyes hulladékkezelő telepen, mert a pala bizony az. És iddel ez nem lesz olcsó. Így legalább kettős a védelem is. Kettős védelem? Há ez igen? Remélem arra is van budget az illetőnek, hogy a tüdőszövetbe betokósodott az mit kezdjen az ember majd húsz év múlva. Nyugodtan rakd rá. Ha szakszerűen rakják, úgy is hagynak szellőző részt, nem zajos és szép lett nálunk. A szellőző része nyugodtan ki tud szállni az azbest, jól értem? Még egyszer, a szar megoldás nem lehet szakszerű. Ha a palára teszi rá a cserepes lemezét, akkor nem fogja el Mert ha nem, akkor az gányolás lesz. Ha meg lesz lécezés, akkor a fólia meg nem kérdés. Akárhogy is lesz, ha fent marad a pala, akkor az eléggé szét lesz fúrva. Itt az igazság. Felfúrják az ellenlécet át a palán a fa szerkezetig. Közben a pala eltörik, elroppan, és már is belőle a finom szálak és a por. Nem csak a kivitelezés során, hanem utána is. Az első kérdésre a válasz igen, kell alá fólia, mert a cserepes lemez alján kicsapódó kondenzvíz, az tönkre teszi a faszerkezetet. Viszont nagyon nagy hiba fent hagyni a palát, szét lesz furkáva, málik, törik. Az az darabok és annak a pora a felettel fedés miatt csak az ereszcsatornába csatornába tud kikötni, kvázi egy helyre koncentrálódik, valamint persze a padlástér belsejjel felé tud majd bemenni. Hirdesd meg, hogy elvihető, ingyen elviszik. Erre a sonfolás. Ezek szerint, ha ingyen elvihető pótlásként, például betonalabba hirdetem, akkor az is rendben van? Nem kell feltétlenül elszállítatni horroráron? Az éppalát igen. Találjon szakembert, aki majd azzal fog szórakozni, hogy úgy bontja le a 40-50 éves palát, hogy az épen maradjon. Régebben lehetett követ rakni a betonalabba maximum 30%-ot. Én paláról még nem hallottam, de biztos valami új trend is. Én leszedettem, mert nem akarok veszélyes hulladékot a fejem fölé. 210 ezerért vitték el. Normális komment, de a válasz? Ennyire kár parázni, de jobb eltüntetni. Hogy miért nem viszik el a palát? Mert veszélyes hulladéknak minősül, elég komoly összegért lehet leadni kilogramonként, ami egy ilyen tipikus kádárkockánál jelenthet másfél tonnát is. A jelenlegi ára a leadásnak nagyjából 100 forint kilogrammonként. Számoljunk csak az 150 ezer forint basszus, ennyiért inkább menjen tényleg az árok partra, vagy ássák el a kertbe, szennyezze a talajt, ki a francot érdekel. Az se baj, ha fent marad, ennyit biztos megér egy tartós egészségkárosodás is. Egy csenepes lemez fedés egy ekkora épületre több mint 1 millió forint, attól függően, hogy milyen minőségű lemezt használnak. Igen, a palabontása és elszállítása 10-20%-ot dob ezen az áron, de nem játszunk saját és mások hosszú távú egészségével. Ha van egy magas feszültségű trafó az ingatlan mellett, azért mindig megy a hápogás, hogy milyen káros, meg sugároz, meg egyebek. Közben ez alaptalan félelem. De egy bizonyítottan egészségkárosodást okozó építőanyaggal a fejünk fölött vígan elérdegélünk, sőt, még ezek szerint akkor konzerváljuk ezt a dolgot 10-20 évre. Hát csak gratulálni tudok. Komenvezőben jöhet a hülyézés, golyóálló vagyok. Ha tetszett a videó, továbbiakért iratkozz fel a csatornára, kövess be Istán, vagy értelmes tanácsokért csatlakozz hozzánk a Facebookon. Sziasztok!